Rákos Ügyi Ágyú vagyok, aki nem ismerne. Magyarországi Fedora ambasszador, mint két tevékenykedem, több kollégámmal együtt. Sőt, rövid időnk lesz, úgyhogy csak gyorsan fogok elmondani egy pár dolgot, azért, hogy kedvet kapjatok valami ilyesmihez. Mert ugye ezt régen el sem tudtuk volna képzelni szerintem. Ki az, aki játszik Linuxon mostanában? A bátorban, legalább egy valami, nem tudom, kozmóval lévő pixel vagy milyen, karakteres valami, szuper tuskás, az is játék. Na, így van, az is játék. Én amondó vagyok, hogy a legtöbb ember, aki benne van a szakmában, játszani szeret. Napszom titkolja. De biztos vagyok benne, hogy mindenkinek a munka után, a család után, a gyerek után egy 10 perc, 4 óra kis leeresztés arra, hogy lejön a gépen és ne csak dolgozom, ne csak webserver konfigurálni, ne csak szamba konfigurációt nézem, ne csak eldapod, hanem kicsit játszom, az újra rajta. Régen ezt nem tudtuk volna elképzelni. Ugye ismertük a Pong játékot, amit ugye így kellett játszani, egy kis labdával, jó kis kockás, ütőskével, és a labda ment ide, oda is pattogott. Ez volt régen, azóta eltelt jó sok év, és köszönhetően egy pár embernek, aki közül az egyiket kiemelnék, ő pedig a Ryan Itzus Gordon, aki elég sok Linux-os játéknak a portját leprogramozta és megcsinálta, és mutathatóvá tette a Windows-os játékot Linuxon. Részben neki köszönhetjük, részben a Vine csapatnak, akik ugye elég sok mindent tettek azért, hogy el tudjuk futtatni Windows-os játékokat, illetve programokat Linuxon. És később ugye belépett a képbe a Valve a Steam-mel. De ne rohadjunk ennyire előre, milyen lehetőségeink vannak. Ezt is kell egy disztribúció, amit használunk, ki használ Ubuntu-t, ki használ Mintet, ki használ Gentoo-t, ki használ Arcot, jó, ki használ Fedora-t. Szuper, jó, tehát valamilyen disztribúció kell, én ilyen, mint Fedora ambasszador, azt kell mondjam, hogy használtok Fedora-t, mint, de ezt nem mondhatom nektek, úgyhogy az lényeg, hogy valamilyen Linux disztribúciót használjatok. Bármelyiket. Mi kell hozzá? Kell egy erős gép. I7-es, I5-ös, processzorral azt rendelkezünk, egy minimum 4 GB RAM, lehetőleg SSD, hogy a dolgok gyorsan töltődjenek, és ugye egy GPU, ami ugye 3D gyorsítást tesz lehetővé, ami lehetőleg Nvidia. Kinek van Nvidia GPU-ja? AMD? Intel? Jó. Az Intel drive is gyorsan fejlődik, de még vannak utasítás készletek, amik nem fognak futni. Nem fognak lefutni, hiába vagy aki a program, nem tudja értelmezni, ezért nem fog a játék lefutni a rendszeren. Úgyhogy sajnos Intel-esek hátrányban vannak, AMD és Nvidia még mindig jobb, de akkor is inkább Nvidia, az lesz a jobbik megoldás. Oké, tehát van egy jó gépünk, van egy jó kis processzorunk, memóriánk, GPU-nk, esetleg SSD-nk, tehát a hardware adott, szoftver, meg van az operrendszerünk, ugye, amit használunk, ahhoz kell nekünk egy 3D gyorsítás. Kinek van ott irányja? Mi az? Optirent ismeritek? Tudom is oda? Nem? Oké. Okay. Optirent az az, amikor tényleg egy hibrid kártya van a gépen, tehát futva rajta az Intel vezérlő, és van benne egy Nvidia. És hogyha szükséges, akkor meghagyja az Nvidia, de nem az fut alapból, hanem az Intel. Ezt az Optirentnál lehet megtenni, azt a programot fel lehet tenni forrásból, amit én szoktam, az a bonyolultabb út, vagy pedig fel lehet tenni csomagkezelőből is. Ha az fönt van, akkor már tulajdonképpen a gépünk alkalmas arra, hogyha van benne 3D-s GPU kártya, hogy futtasson 3D alkalmazásokat. Tehát a gépünk, a szoftverünk van, vezérlőprogramunk, lehetőleg a legfrissebb legyen Nvidia-ból, tehát lehet akár beta is, mert ezen is beta van. Miért van beta? Azért van beta, mert a beta a driverben nagyon sok olyan utasítás készletet raknak bele, ami nincs benne még a végleges verzióban. Tehát a fix, a stabil verzióban. Tehát szükséges a beta néha. Lehetőség szerint az Nvidia driver-t rakjátok fel az Nvidia honlapjáról, ne csomagkezelőből, mert néha becsenni kell az Nvidia-nak a különböző futtató részeit. Ugye maga az egy zárkózás kódú, tehát azt nem tudjuk belenézni, viszont van hozzá egy környezet, amit viszont lehet, hogy becsenni kell. Ez az egyik. A másik. Hogyha akartok Windows-os programokat futtatni, akkor kell az úgynevezett Vine. Ugye Vine-nal lehet futtatni különböző exéket,
vágyt is hason forrásból föltenni, mert hogyha forrásból rakjátok fel, szintén lehet pecselni, nem nagy kaland fölrakni forrásból, mert három darab parancsal föl lehet rakni. Ha fölment, akkor már lehetőség van futtatni különböző játékokat. Viszont ahhoz szükség van még különböző DLL-ekre, amit a vágyhoz szükséges kiegészítőkkel tudjátok elszerni. Tehát ha megvan ugye a vágyunk, megvannak a kiegészítők, megvan a 3D gyorsítás, megvan a gépünk, akkor már tudok futtatni 3D stuccokat Linuxon. Oké. Van még a DOSBox, azt mondom mindenki ismeri, egyszerű kis alkalmazást föl lehet tenni, és már tudunk is játszani a Lost Vikings-nel, vagy pedig a Lannotter World-del, vagy bármelyik kedvenc régi játékunkkal. Ezen kívül lehet még emulátorozni, ahogy a korosztályt nézem, mindenki nagyon fiatal, tök jó, akkor mindenki játszott nyilván régen játékterem, vagy játékok esetleg? Játékterem? 50-es, 20-as bedobálás azért ketten? Ennyi? Akkor menjünk a fékkel nézomba. Ott van egy pár. Az a lényeg, hogy Magyar azt csinálja, hogy különböző kabineteket, ezeket a játékokat, mint vannak egyébként, játéktek dobozokat földoltozták, és a dobozokat lemásolták osztályba. És ez a MAME-t, egy emulátor, ami tudja ezeket futtatni. Ergo ugyanazokkal a játékokkal tudunk játszani, Linuxon, mint amik azon a dobozon vannak. Több ezer ilyen játék van, kérdezhetek? Az egyes gombot kell nyomogatni, és meg kell beszélni valakivel, hogyha esetleg többen játszotok, hogy nekem fizess. Tessék? Kopilák. Kopilák. Minden egyes rom előtt ott van a leírás. Tehát el kell olvasnod, van olyan rom, amit nem használhatsz Japán, illetve USA területén kívül, vagy csak Európában használhatod. Ezt nem tudod eldönteni, mert hogy nem adja meg, amikor te ezt a romot letöltöd legális helyről, akkor még nem tudod, hogy most milyen rom, amikor elindítod, akkor írja ki. Akkor eldöntöd, hogy te most futtatod, vagy betartod a szabályt, és nem futtatod. Ez a te döntésed. Jó, tehát van rá egy ilyen lehetőség is. Itt van még PSX emulátor, amivel lehet futtatni, és ami legfontosabb, amikor kimaradt, lehet futtatni csomagkezelőből játékokra. Ilyen például a Zero ED, ami szépen fejlődik, és felhívná a figyelmet, akinek van kedve segíteni a fordításban, akkor 12-én, azaz most december 12-én és 13-án lesz egy fordító hétvége. Akinek van kedve jönni, lehet inni, enni azt nem tudom, de indi biztos, és fordítani jókat. Ezt majd légy szíves akkor, jó? Majd te is kérdezd ki. Jó, tehát a Zero ED, azt könnyen föl lehet tenni csomagkezelőből. Na hát, szuki, ez intelent. Nem is kell az a HLB. Tehát a Zero ED az egy nagyon kis játék, stratégiai játék. És igazából az a nyílt forráskódú, mert ezt nem mondom, nem tudom. A nyílt forráskódú, és csomagkezelőből fel lehet tenni kb. Egy parancsal, vagy néhány linkeléssel. És van egy tök jó játékunk. Ezt most nem tudom megmutatni, de próbáltok ki otthon bevenni. Jó, és akkor ugye van a másik lehetőség, ami most nagyon-nagyon-nagyon nagy lufi van körülött, ez a Steam. Annyival vagyunk többek egy Windows-os gépnél, Linux tekintetében, mi tudunk futtatni Windows-os Steam-et is. Tehát tudjuk futtatni a Steam-et natívan Linuxon, és kapunk 1700 játékot, mert annyival most a Steam-ben, őt meg tudunk vásárolni. De az nem elég, akkor áshatjuk a Vágyhoz, Vágynak futtatjuk a Steam-et, és már is játszhatunk a legújabb játékokra, amik Steam-en megjelennek Windows-ra. Ilyen lehetőségünk is van. Miért fontos ez? Miért fontos az, hogy játszunk egy számítógépen, vagy Linuxon? A magyarázat egyszerű. Amikor ezt elkezdtem 5 évvel ezelőtt, elkezdtem fedorázni, mindig az volt az első kérdés, ha valakinek a Fedorát ajánlottam, hogy akár szülő volt, akár gyerek, hogy lehet-e játszani rajta? Persze, hogy lehet. Van Pac-Man, meg az a Pong, meg ez összed ilyen egyszerű kis játékokat, de én, ha nem tudom, mivel akarok, Far Cry-jal akarok játszani. Hát mondjuk, megnézem, hogy szüket. Megnéztem, hazamentem, kipróbáltam, találkozom a gyerkőzzel vagy a szüleivel, megnéztem, mint a Far Cry. Akkor most már föl lehet tenni. Tehát ennyi. Mi történt? Szereztünk egy olyan embert, családot, gyereket, a még jobb gyereket, a Linuxot fog használni. Mert azt mondtuk meg, hogy lehet játszani Linuxon. Tehát nem azért csináljuk a játékot, mert hardcore játékosok vagyunk, nagyon is én biztos, hogy nem tudok kinézni, meg nem tudok fölmaradni hajnali kettőig. De az biztos, hogy ezzel lehet
terjeszteni, illetve több hívőt szerezni a Linuxos, azaz a szabad szoftveres dolgokhoz. Mert ezt kell az embereknek, a gyerekeknek, hogy azt lássák, hogy hú, milyen jól néz ki, hú, és ez fut, és hú, ez Linuxon fut. Tehát először a játék igazából, ami nem is annyira játék. Úgyhogy igazából én örülnék, hogy sokkal játszanák a Linux alatt, és tudnátok terjeszteni ezt a dolgot. Igen. Köszönöm szépen! Játszatok!